Közlekedési káoszt okozott a havazás Németország déli részén. A müncheni repülőtéren egész nap szünetelt a forgalom, mintegy 760 járatot töröltek, de leállt a vasúti, a busz és a villamos közlekedés is, az autósoktól pedig azt kérték, hogy ne is induljanak útnak. A meteorológusok szerint az ítéletidőnek még nincs vége, az erős havazás holnap is folytatódik. Vastagon áll a hó a repülőgépeken a müncheni nemzetközi repülőtéren. Dél-Németország egyik legforgalmasabb légi kikötője szombaton már nem indított és nem is fogadott járatokat. A mintegy 40 cm vastag friss hóréteg gyakorlatilag megbénította a német nagyvárost. Több száz utas rekedt a bajor fővárosban. A reptéri váró rövid idő alatt megtelt tanácstalan emberekkel. Egyelőre nem tudom, mit tegyek. Korábban azt mondták, hogy csak délig kell várnunk. Én már hajnal 5 óta itt vagyok, ami 3 gyerekkel elég sok idegeskedést jelent. Nem könnyű. Egyelőre semmit nem tudunk, semmilyen információt nem kaptunk, mondta egy turista. A reptér hivatalos közleményében arra kérte a szombati járatok utasait, hogy ki se menjenek a terminálokra. Akiknek vasárnapra szólt a jegye, azoknak is azt tanácsolták, hogy indulás előtt tájékozódjanak, egyáltalán felszállhatnak-e. Volt, aki vasúton próbált tovább utazni, azonban a Münchenből induló és odaérkező összes szerelvényt törölték az ítéletidő miatt. Tegnap este 11 órakor fölültem Augsburgban a Stuttgartból Budapestre tartó vonatra, ami elvileg reggel 9 óra 10 perckor ma Budapestre kellett volna, hogy érkezzen. Egy Magyarországra tartó vasúti szerelvény is elakadt a hókáosz miatt. A szerelvényen utazó magyar nő szerint több mint 12 órát vártak egy müncheni állomáson. Végül azt közölték velük, hogy az ítéletidő miatt a vonat közlekedés egészen hétfőig szünetel. A nő szerint a német vasúttól sem ellátást, sem tájékoztatást nem kaptak. A helyzetüket ráadásul nehezíti, hogy a környéken már minden szálloda megtelt, és az utazási lehetőségek is csökkentek. Körbe telefonáltuk ezeket a telekocsikat, és minden hely foglalt. Tehát ők nem is értették, hogy mi ez a hirtelen roham. A Flixbusra is csak éjszakára, illetve kora hajnalban van még egy-két hely, és a vonatok pedig nem járnak. A repülőgépek sem, tehát az sem opció. A német vasút azt javasolt az utasoknak, hogy próbáljanak meg valahogyan eljutni a müncheni központi pályaudvarig. A bajor fővárosban azonban a vasút mellett leállt a busz és a villamos közlekedés is. A havazás miatt még a metróvonalakon is járatkimaradásokra és fennakadásokra figyelmeztetnek a hatóságok. A müncheni rendőrség pedig arra figyelmeztette az autósokat, hogy ne induljanak útnak, de Münchenben nem csak a közlekedés akadozik, bezárt a helyi karácsonyi vásár, és a Bayern München Union Berlin elleni labdarúgó mérkőzését is elhalasztották.